Óriási eredmény volt 50 évvel ezelőtt Gunarason a fürdő létrehozása, ugyanis helyi erőből, helyi pénzből, városi összefogással épült meg az azóta méltán népszerű létesítmény. A Kukoricaföldön a várostól 3 kilométerre létrejött az üdülővezet, mondta Müller Ádám, a Dombóvári Művelődési Ház igazgatója. Tényleg óriási társadalmi összefogással, hiszen az emberek téglalegyeket vásároltak, napi fizetéseiket ajánlották fel, és társadalmi munkába jöttek, konkrétan ásták az árkokat, építették az épületeket. Tehát nagyon nagy kötődése van a városnak ehhez. És úgy gondoltuk, hogy ha már 50 éve, akkor ezt ünnepeljük meg. Tavaly évben került megrendezésre a Rokmajál is első alkalommal, éppen erre az időszakra esik, úgyhogy azt is most idehozta a város, mint helyszín, nem messze a Kápolnától. Itt voltak koncertek, ma pedig szintén amatőr zenekarok játszanak, mint ahogy tegnap, és a P-Mobil fogja zárni a programot. A programokat Gunarason a főtérre szervezte a Dombóvári Művelődési Ház és a Kulturális Szolgáltató Központ, tette hozzá Müller Ádám. Az ünnepség sorozat hetekkel ezelőtt már elkezdődött. Dombóváron 2023-ban több fél évszázados jubileumot ülnek, mondta Pintér Szilárd polgármester. Dombóvár az idén az 50-es szám bűvöletében él, azon túlmenően, hogy 50 éve Gunaras, 50 éve került a Szigeterdébe felállításra a Kossuth szoborcsoport, 50 éve indult el és kezdődött meg Dombán az úszósport, és az idén ők is ünneplik az 50. születésnapjukat. És mint a színpadon is megnyitom, elmondtam, ebből 3-50-esből könnyen kijött egy 150-es szám, hiszen a Dombavár Bátaszék vasútvonal az idén 150 éves. Tehát, hogyha összeadjuk a számokat, egy 300 éves időutazást tudunk tenni egy év alatt, ami azt gondolom, hogy büszkeséget tölteti el a Dombavárnak és a környéken élőket, hiszen van múltunk, amire büszkék lehetünk, és van olyan múltunk, amiből építkezni is tudunk. A jubileum alkalmából színvonalas program várta a látogatókat. Többek között gunarasi kvízjáték, fotókiállítás a településről készült archív felvételekből, beszélgetés a fürdőtervező építészmérnökkel, rockszínház és táncsó a színpadon, retro motorok és autók bemutatója, kézműves foglalkozás, népi játszóház, valamint koncertek sora várta a szórakozni vágyókat. Több helyszínen párhuzamosan zajlottak a programok.